Folytatódtak a letartóztatások a labdarúgó fogadási csalások ügyében. A tisztító vihart szülő feljelentő itthon az MLS volt annak idején, amely most tovább szigorít. Aki ellen bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indult, a versenyrendszerben semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás jogerős befejezéséig. Csalás és bunda közt is különbséget teszünk már is dr. Rettegi István MLS fegyelmi bizottsági elnökkel és Borbély Zoltán szövetségi jogi és sajtóiroda vezetővel. Jó reggelt kívánok, uraim! Jó reggelt kívánok! Azt nézzük meg először, hogy a március 1-től lépnek életbe szigorítások. Ez azt jelenti, hogy azokra vonatkozik, akikkel ezentúl valami történik, vagy pedig azokat táján is körülnéz az MLS, akik már gyanúba kerültek. Két irányú a módosítása. A fegyelmi szabályzat módosítása a Pistáknak egy teljesen tiszta helyzetet teremt, mert azt mondja, hogy akit jogerősen ítéltek egyébként, annyi csak kiegészítésként, hogy közvádas, labdarúgással összefüggő, és a labdarúgó mérkőzés eseményeinek vagy eredményének befolyásolása. Azért van azért volt ott az eseményei, ha egy jobb hátvéd megtámad egy pénzszállító autót, akkor arra nem vonatkozik. Meg az, hogy közvádas, az is fontos, mert ugye nem a rágalmazás becsületsértés, kegyeletsértés, könnyű testi sértés, magán és levéltitok sértés nincs itt benne, tehát a magánvádas bűncselekmények, és nagyon fontos az, hogy ez kifejezetten a fogadási csalások és a bundára íródott, lehetne más is, mert ugye a bírókat is bántalmazzák. Szóval visszatérve, a fegyelmi jogerős elítélésnél lép életbe, tehát önálló fegyelmi vétség lesz az, hogyha valakit bunda vagy fogadási csalás miatt jogerősen elítélnek, és akkor jön a fegyelmi bizottságunk. A versenyrendszerünkben pedig március 1-től nem vehet részt az, aki ilyen bűncselekmény miatt gyanúsított. Ez utóbbi esetben kérdezném azt, ügyvéd úr, hogy visszamenőlegesen is körülnéznek, akik a gyanúsítottak? Tehát aki idáig gyanúsított, az március 1-től mindenkire vonatkozik, ez igaz? Igen, de azt el kell mondjam, hogy gyakorlatilag ezt a gyakorlatot folytattuk már eddig is. Csak most megerősítették. Most megvan erősítve, papíron is, hogy teljesen egyértelmű legyen a dolog, mert eddig ugye elég sok vita bontakozott ki, hogy nekünk jogunk van-e felfüggeszteni úgy, hogy ugye az elévülési idő a fegyelmi szabályzat szerint egy év, és akkor ezzel érveltünk, hogy a nemzetközi szabályzat szerint, tehát a FIFA szabályzat szerint ez nem elévülő bűncselekmény, tehát pontosan fegyelmi vétség, és miután az MLS elnöksége beépítette ezt a FIFA szabályzatot a mi szabályzatunkba is, függetlenül, hogy ez tételesen nem jelent meg a fegyelmi szabályzatunkban, ez alkalmazandó, és ezt vallom én, és ez szerint járunk el. Azért ez a gyakorlatban majd azt fogja jelenteni, hogy ha a magyar igazságszolgáltatás malmainak sebességét, az örlési sebességet nézzük, hogy mondjuk lehet olyan meggyanúsított futballista, aki 3-4-5 évig nem fog labdába rúgni, igaz? Igen, a mostani szerint igen, de pont azon beszélgettünk Rettegi úrral, aki ugye büntető ügyekben most már 10-20 éve eljáró védő egyébként, ügyvédként dolgozik, tehát elképzelhető, hogy egyszer lesz egy olyan, most ugye, nyilván nem labdarúgó, mert az... Pandurból lett rabdó. Igen, hogy azon beszélgettünk, hogy azért a kényszergyógykezelést is, az előzetes letartóztatást is felülvizsgálják időszakonként. Tehát én azt nem zárom ki, hogy lesz egy olyan javaslatunk majd, hogy ezeket időszakosan felülvizsgálják. Ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, a nemzetközi gyakorlat. Tehát itt sokan kidobják az ablakon ezt a nemzetközi gyakorlatot. Én most voltam Madridban egy labdarúgó jogi konferencián. Három nagyon fontos üzenet volt. Külön bűncselekmény minden ország büntető törvénykönyvébe az UEFA ajánlása szerint a fogadási csalás. Tehát nem csalás és nem vesztegetés, hanem fogadási csalás. Ezt ajánlotta az olasz előadó, akik ugye érintettek a 2006-os bundabotrány miatt. A második, az olasz alkotmánybíróságnak van egy olyan határozata, hogy olyan esetben, amikor a büntető bíróság felmentő ítéletet hozott, a fegyelmi akkor is hatályos. Na most nálunk ebből hatalmas botrány lenne, nyilvánvaló. Azért, mert a fegyelmi jogkör gyakorlását a FIFA-n és az UEFA meghagyja a szövetségeknek. A Sion ügy egy nagyon érdekes helyzet, ez az El Hadari kéznek vonult be a történelembe, ez egy kapus egyébként, egy egyiptomi kapus, és a Sion ügy innen robbant ki, most ezt nem fogom elmondani, de a lényeg az, hogy arról szól számomra a Sion ügy, hogy a FIFA-nak a jurisdikcióját, tehát a FIFA-nak a joghatóságát, vagy az EU jogot, vagy a svájci jogot tartja-e a különböző bíróság irányadónak. Nagyon úgy tűnik eddig,
hogy a FIFA-nak a jogszabályalkodási privilégiumát a svájci bíróság is most már másodfokon tiszteletben tartja. Tehát kis parlamentként működik. Kis, ugye Magyarországon az MLS ez egy kiemelten közhasznú szervezet, mint egyesület meghatározhatja a belső szabályzatát, meghatározhatja azt például, hogy a prolicenszes edzőknek mit kell csinálni. De hogyha ezt a magyar jogrendbe próbáljuk helyezni, és még eljátszunk a gondolattal, feltéve, de nem megengedve. De most egy kicsit engedjük is meg. Mondjuk van egy olyan futbolista, akire ez vonatkozni fog ez az eltiltás 3 évig mondjuk, 4 évig. Utána felmentő ítélet születik. Akkor ő kárpótlást kérhet, nem? Kérhet, bár meg kell jegyezni. Ez hogy fog kinézni? Az ilyen típusú eljárás. Valamint meg kell jegyezni, mert itt kapcsolódnék az olyanak, amit most ő kifejtett. Tehát az az érdekessége, hogy nem fedi egymást teljesen a büntető tényállás és a fegyelmi vétség. Tudnélik, a büntető tényállásban a korrupciós cselekményeknél nincs bejelentési vagy feljelentési kötelezettség, de a magyar fegyelmi szabályzatban van. Tehát ha valakinek a tudomására jut, ő nem bundázik, de tudomására jut, hogy valaki bundázott, akkor ezt köteles bejelenteni a szövetségnek. És ha ezt nem tett, akkor ezért akkor ez önálló fegyelmi vétséget képet. Tehát elképzelhető, hogy valaki... Azért, mert eljárás van. És lehet, hogy ugye kettős, hogy is mondjam, hatás éri azt az elkövetőt, hogy gyanúsított is lesz, és följelentik, tehát illetve felmentik, tehát odáig eljut a dolog, hogy ő nem követett el, vagy nem bizonyítható, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetett volna, de mert a bejelentési kötelezettségek nem tett eleget, ezért mi nekünk jogunk van elmalasztalni. Ez nyilván nem egyformán a bejelentési kötelezettséget elmulasztott, mint a tényleges bundázott, de jogunk van. Játsszunk el a gondolattal, tehát valakinek kiesik így mondjuk 4 év majd a pályafutásából, és kártérítési pert, valami fajta igényt akar érvényesíteni. Mi fog történni akkor? Hát az, hogy a sportbíróságok milyen döntést fognak majd annak hozni, ezt én nem vagyok jós. Ez biztos, hogy én eddig az MLS-en belül minden fórumon igyekeztem kifejteni és megvédeni azt a fegyelmi bizottsági álláspontot, ami hangsúlyozom, nem az én egyedi álláspontom. Mi egy bizottságban működünk, tele van a bizottság ügyvédekkel, jogászokkal, akik olyanokkal, akik ügyvédek is, és tehát azt mondják, hogy nem fog megállni. Tehát nem mi azt megállni, mondjuk, hogy nem fog megállni, és éppen ezért nem fog megállni, mert hogyha a bíróságok alkalmazzák a nemzetközi szabályoknak a beépülésének az elvét, tehát hogy ezek beépültek a magyar szabályozásba, még akkor is, ha a tételes jogunk, és hangsúlyozom, nem csak a mi fegyelmi szabályzatunk problémás ilyen szempontból, hanem az a kormányrendelet is, amely szintén meghatározta az 1 éves elévülési időt. De hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan esetek, például ugye az Európai Emberjogi Bíróság, ami másképp lát egy esetet, mint a magyar állam, és ugye a magyar államot kötelezi, mert mulasztott, mert a tisztességes eljárás ellenvétet, vagy az észszerű időben való befejezés szabály ellenvétet. Tehát igenis eltérhetnek, és azért, mert a belső jog másképp szabályoz, ezért a nemzetközi szabályzatot alkalmazva én úgy gondolom, hogy meg tudjuk védeni az álláspontot. Jó, hát ennyi kockázat meg minden rendszerben van, úgy gondolkodik azért erről, úgyhogy... Nagyon fontos, igen? Hogy aki előzetesben volt, és később felmentik, az kártalanítást kérhet. Nem kártérítést, kártalanítást, hanem az előzetes után jár, és az állam az alperes. Igen. A kártérítés esetében... Ebben az ügyben ki lenne, a kártérítés esetében én azt gondolom, és mindig most is azt mondom, eszünk ágában nem lett volna az MLS-nek sem, és gondolom az egyesületeknek sem rendkívül felmondással élni, ha nem indul meg egy büntető eljárás. Tehát az ok az, hogy valaki megalapozottan gyanúsítható, én bízom abban, hogy ez a megalapozott gyanú, ez egyrészt abban bízom, hogy nem fog megállni, mert ki az a... Hát a labdarúgásnak nem érdeke az, hogy ennyi embert elítéljenek. Ugyanakkor a másik része pedig azt mondja, hogy ha valakit megalapozottan gyanúsítanak olyan bűncselekménnyel, amely a labdarúgást ma minden pillanatában mérgezi. Gondoljunk csak egy bármilyen más ügyre, amikor egy rendőr elkövet egy bűncselekményt, abban a pillanatban felfüggesztik, amikor egy pénztáros sikkaszt, abban a pillanatban, és vannak törvényi példák, a hitelintézeti törvény, a biztosítási törvény elveszíti a vezető pozícióját akkor, ha csak meggyanúsítják az ügyvédi törvényben, ha megvádolják. 5 évi vagy annál súlyosabb bűncselekmény is nem járhat el. Hiába mondjuk az egy közlekedési cselekmény, vagy hiába mondjuk egy olyan cselekményből később felmentik. Tehát millió példát tudunk mondani. Világos, én azt gondolom, hogy az alperesebben az esetben nem a Magyar Labdarúgó Szövetség, vagy mondjuk az Egyesület lenne, hanem az a hatóság, amelyik esetleg úgy gyanúsította meg, hogy később felmentik. Értem. Menjünk tovább, mégpedig fegyelmi
de kicsit más. Ugye innen egy rasszizmus és kirekesztések ellen rendezett konferenciára mész jelesülte. Igen. És ebből adódik számomra a kérdés, hogy mondjuk John Terry vagy Suárez ügyéhez képest apróság az, hogyha néha az ember akár a magyar sajtóban, tévéstúdiókban viccelődő műsorvezetőket, volt labdarúgókat, edzőket hall, színesbőrű játékos, ilyen-olyan-amolyan tréfák. Na de ezeknek a tréfának, hogyha egyébként ennyire szeretnénk és nagyon helyesen hasonlóképpen viszonyulni az ügyekhez, mint mondjuk az Angol Labdarúgó Szövetség vagy a Francia, szóval ezekben az ügyekben nem kellenek nálunk is majd szigorítások, hogy ne lehessen nagyon tréfálkozni? Olyannyira, hogy a sporttörvény mostani módosítása nem csak a végleges eltiltást vezette be, hanem például az objektív felelősséget is. Most ez más kérdés, hogy az ember ezzel mennyire ért egyet vagy nem, de a nemzetközi trendek ezek. Tehát vétkességre tekintet nélküli objektív felelősséget ismer a nemzetközi sportjog, például a rasszizmusra, például minden a futballhuliganizmusra. Én megmondom őszintén, hogy én azon a véleményen voltam, hogy a vétkességre tekintet nélküli felelősség számomra idegen, mert olyan nincs, hogy semmilyen kimentést ne lehessen tenni. Az alkotmánybíróságunk is ezen a talajon áll. A nemzetközi fórumok ezt azt mondják, hogy objektív felelősség van gyakorlatilag. Amire utaltál, én mindegyik esetet be tudtam azonosítani, nyilván a sporthoz értők és sportrajongók is. Annyi védőbeszédet hadd mondjak el, hogy Magyarországon, hogyha egy kisfiúnak vagy egy kisgyereknek azt mondják, hogy néger, az egyáltalán nem annyira sértő, mint hogyha ezt Amerikában teszik, ahol kezdettől fogva. Igazából nem is igen, nem csak azért mondtam, hogy a néger szó, csak azért, ugye, azért ugye, hallottam. Csak mondtam egy példát arra, amit mondtál, és teljesen igazad volt, hogy a bokrokból előugrott futballistákról meg. A szándék, tehát nekem a szándék nagyon fontos, hogy mi az, amikor tényleg sértő. És sajnos Magyarországon is vannak olyan jelenségek, amikor tényleg sérteni akarják a kisebbséget, és ezzel nem fel kell lépni. Szóval ezt nem fogja a fegyelmi bizottság. Nem fogjuk hagyni, de azért hozzátenném, hogy az eddigi gyakorlatunk szerint az ilyen rasszista megnyilvánulások elsősorban a nézők részéről, bizonyos egyesületek, nem akarom most kiemelni őket, nézői részéről voltak jellemzőek. Alig-alig volt olyan ügyünk, ahol akár egy sportszakember, vagy akár egy labdarúgó a másik labdarúgót így módon sértette volna, tudjuk, hogy volt, de elenyésző szerencsére. Utolsó utáni kérdésem, és tényleg csak pár másodpercünk van, de azt azért még szóba hoznám, hogy annak vannak-e fegyelmi, lehetnek-e fegyelmi következményei, ahogyan mondjuk a Videoton edzője Paulo Sousa viselkedett Egervári Sándor szövetségkapitány. Ez egy etikai kérdés. Etikai, tehát azt is mondhatnám, hogy fegyelmi. Azt is mondhatnám, hogy egy európai normának a kérdése. Én azt mondtam erre, hogy az egyik legprofesszionálisabb magyar klub és a Magyar Válogatott Szövetségi kapitányának az együttműködés a harmonikusnak kell, hogy legyen a magyar labdarúgás érdekében. Még sajnos nem olyan erős a magyar labdarúgás, hogy meg tudjuk azt engedni, hogy az egyik legprofesszionálisabb csapatunk edzője és a szövetségi kapitány között ilyen, hogy mondjam, diszharmónia legyen, és a kinyújtott kezet pedig el kell fogadni. De ez nem fegyelmi, ez emberi kérdés, rendezzék az urak. Én azt gondolom, hogy olyan fegyelmi szabályzatunkra nincs ilyen. Igen. Köszönöm szépen.